Először át kell szervezni a rosszul működő közvállalatokat, ami miatt több ezeren kerülnek utcára. Számukra a kormány egy szociális programot készített elő. Ennek keretében fizetik majd ki az elbocsátott dolgozók végkielégítését is. Foglalkoztatást segítő programokra összesen 2 milliárd 800 millió dinárt irányoztak elő, és külön pénzt szánnak a fogyatékkal élők alkalmazásának elősegítésére. 500 millió dinárt láttak elő erre a célra. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat programjai által 2015-ben számítások szerint 130 ezer ember találhat munkát. Az év végét Szerbia 17,6%-os munkanélküliségi arányjal zárta. Ez Vulin szerint biztató adat. Még mindig magas a munkanélküliség, mondta, de ahhoz képest, hogy 2012-ben még 25,6%-os volt, a 2014-es ráta jó eredménynek számít. A munkanélküliség nőni fog 2015-ben az állami vállalatok átszervezése miatt. Az állástalanok aránya becslések szerint elérheti a 21%-ot. A munkanélküliség egyébként 2014-ben a nőket jobban sújtotta, mint a férfiakat. Az összes foglalkoztatottból a nők aránya 42% volt.